Sziasztok! Nem tudom, ti találkoztatok-e már ezzel, viszont TikTokon most nagyot megy ez a baked oat, és nekem különösen tetszik ez a recept, ugyanis én már évek óta használom, csak nem ebben a verzióban, tehát nem süteményként készítem, hanem általában palacsintaként, és most arra gondoltam, kipróbálom ezt a verziót is, hát ha bejön. Mostanában amúgy is, ha tehetem, nem eszek túl sok cukrot, ezért különösen izgulok, hogy jól sikerüljön, mert ha beválik és tényleg finom, akkor szerintem gyakran el fogom készíteni. És egyébként szeretném, ha lenne sikerélményem, ezért inkább biztosra megyek, és először megmutatom nektek az én jól bevált palacsinta receptemet, és utána pedig megpróbálkozunk ezzel az új TikTok trenddel. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok erre a két cukormentes zabsütemény receptre, akkor tartsatok velem! Na és akkor, ahogy mondtam, kezdjük a palacsintával, és nézzük is a hozzávalókat. Az elkészítéséhez szükségetek lesz zabbehelyre, egy banánra, 3 tojásra, és ennyi. Igazából összesen erre a 3 hozzávalóra van szükségetek, ráadásul az elkészítése is borzasztóan egyszerű. Igazából csak annyi a feladatotok, hogy ezt a 3 hozzávalót összetormixoljátok egy gép segítségével, és közepes lángon egyenként kisütitek a palacsintákat. Nagyjából egyébként 1-1 percig kell sütni a palacsinták oldalait, de az a legbiztosabb, ha folyamatosan nézitek, és nem hagyjátok megégni. Az ideális és a tökéletes palacsinta akkor jó, hogyha szép aranybarnára sültek. Illetve adok még egy tippet, miután beleöntitek az edénybe, onnan tudjátok, hogy jó az egyik oldala, amikor már elkezd levegősödni és buborékosodni, akkor már tudjátok, hogy megfordíthatjátok. Ahogy láttátok, tényleg nagyon egyszerű és iszonyatosan gyorsan elkészül, én pont ezért szeretem ezt a receptet, mert ha valami finomat, édeset ennék, ami mégiscsak beilleszthető a diétába, akkor általában ezt szoktam elkészíteni, és imádom minden alkalommal. Egyébként fogyaszthatjátok így önmagában is, így is nagyon finom, én is gyakran szoktam, viszont én általában cukormentes baracklekvárral szoktam tálalni, amihez ezt a lekvárt használom, ez a legnagyobb kedvencem, imádom. Így azért mégiscsak izgalmasabb a palacsintánk. Na és akkor most jöjjön az izgi rész, megpróbálkozok ezzel a TikTok recepttel. Annyi különbséggel csak, hogy én nem egy kis tálba fogom megcsinálni, hanem pici muffin formákba fogom megsütni, mert szerintem van egy ilyen megérzésem, hogy így jobban át fog sülni, aztán majd meglátjuk, de szerintem így azért praktikusabb, meg könnyebben is fogyasztható, úgyhogy én maradok a muffin formánál, aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül, de nézzük a hozzávalókat. Ahogy mondtam, kísértetiesen hasonlít a két recept, ehhez a desszerthez szintén szükségetek lesz zabbehelyre, banánra, 2 darab tojásra, és pluszban emellett még kell hozzá egy tejáskanál sütőpor és egy csipet só. Illetve, hogy feldobjam egy kicsit, én még teszek bele étcsoki darabokat is. Az elkészítése ennek a receptnek is pontosan ugyanaz, mint a palacsintának. Minden hozzávalót, kivéve a csokit, tegyetek bele egy gépbe, és turmixoljátok össze egészen addig, amíg egy ilyen állagot nem kaptok. Miután ezzel megvagytok, öntsétek bele a muffin formákba, viszont arra figyeljetek, hogy ne a tetejéig öntsétek, ugyanis sütés közben meg fognak nőni egy kicsit. Na és ha ezzel is megvagytok, akkor a tetejére szórhattok még akár étcsoki darabokat is, mint ahogy én tettem, és mehet is be a 175 fokra előmelegített sütőbe egy olyan 20-25 percre nagyjából, de nézzétek inkább, az a biztos. Konklúzió, ez a recept is nagyon egyszerű és gyorsan elkészül, ráadásul rengetegféleképpen variálható, rakhattok bele akár kakaópolt, vagy gyümölcsöket, akármit igazából, és ettől jó ez a recept, mert szerintem tényleg bármivel párosítható. Na és jöjjön az igazság pillanata, már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen íze van. A palacsintát nyilván azért nem kóstoltam itt előttetek, mert azt már évek óta próbáltam, szóval nem túl izgi, ez viszont nagyon-nagyon érdekel, úgyhogy nézzük milyen. Úristen, de jó! Gyerekek, ez zseni! Tökéletesen megsült, szóval... Úristen, imádom! Nagyon jó! És a csoki elképesztően jól feldobja. Szerintem mindenképpen próbáljátok ki ezt is, illetve a palacsintát is, az is zseni. És igazából ennyi is volt ez a videó, tényleg elég hamar elkészült mind a két recept. Remélem, ti is kipróbáljátok, ha igen, mindenképp osszátok meg velem, hogy hogyan sikerült és milyen lett a végeredmény. Legközelebb pedig találkozunk egy újabb videóban. Sziasztok!